Mielőtt belekezdenénk a mai témákba, a múltkori adás nagyon tetszett nektek, hát remélhetőleg, hogy a Vasas vezetőinek is, és hát sokan megnézték. Az egyik szurkoló az azt írta nekünk, nekem ez nagyon tetszett, hogy babonából idézőjelben szíthatnátok egy kicsit a jövő héten is a csapatot, és hát miért írta ezt? Azért, mert én is így éreztem, nem tudom ti, hogy voltatok vele, hogy miráztuk föl a Vasast, kimondhatjuk. November óta nem nyertek, és most ismét. Ez kellett hozzá? Én nem tudok ennyi, hogy is mondjam, ilyen erőt a műsorunk mögé sorakoztatni, bár jó lenne. Azt azért megjegyzem, hogy amikor Novotny Soma két gólt lő azután, hogy ad egy ilyen nyilatkozatot, akkor azért mégiscsak elgondolkozik az ember. És tudod, ez nagyon vicces, mert ugye az volt, hogy a Soma azt mondta, hogy nincs elég beadás, meg nincs elég 16-oson belüli szituáció ahhoz, hogy gólt lőjön, és akkor nyilván itt most kétszer is úgy jött a labda, hogy simán, tehát hogy csak befejeznie kellett, meg elég jól érkezett mind a két alkalommal, és hát ez ilyen, tudod, ilyen, ha valami magabiztosságot ad egy csatárnak, akkor ez biztosan, hogy bemondta, hogy gyerekek, adjatok már több jó labdát, azt akkor, de látjátok, ha adtok több jó labdát, akkor gólt is lövök. Ez az egyik, nem az a lehet másik. A mögött, Rudi, hogy bocsánat, miért folytatod, nem ez lehet a mögött, hogy a játékosokat is végre megkérdezték? Mert én voltam egyszer egy olyan öltözőbe, ahol esküszöm, én előtte még ilyet soha nem hallottam, elhangzott magyarul is, hogy bárkinek hozzáfűzni valója, any question, és ott elkezdtek a játékosok is egy-két dolgot így megosztani az edzővel, és akkor azt hittem, hogy a paradicsomba vagyok, mondom, jesszusom, mondom, ez nem egy ilyen egyoldalú kapcsolat, itt kíváncsi az edző a játékosok véleményére, szóval lehet, hogy a Soma kinyitotta a száját végre? Hát nem tudom, hogy ez van-e a háttérben, én azon mosolyogtam, itt két dolog jutott eszembe, mi alatt beszéltetek, az egyik az, hogy Iván többször megígérte, hogy nem fogunk beszélni a Vasasról, na most azóta minden részben csak a Vasasról beszélgetünk, és végre most azt hittem, hogy úgy ülök le ide, hogy végre egy adás, amikor nem kell a Vasasról beszélgetni ezzel, és akkor ezzel kezded azonnal ez a felütés. A másik meg azért ne felejtsük el, hogy ugye a Mezőkövek volt az ellenfél, azért ők sem annyira acélosak, majd talán fogunk is róluk beszélni a mai adásban, és hát arról sem feledkezünk be, hogy ennek a Mezőkövesnek Kuttor Attila az edzője, aki szerintem érez egy kis felelősséget abban, hogy hét forduló alatt egyetlen egy győzelmet sem sikerült a csapattal gyűjtenie, úgyhogy itt volt a remek alkalom, hogy egy picit jóvá tegye az első hét fordulóban hozott döntéseit. És hogy lezárjuk a Vasas témát, azt azért... Miért elkezdtük? Tehát igen, elkezdtük egy kicsit. Tehát, hogy egy kis fárhuzamot állítanék azért, csak hogy a nézők lássák, hogy mi a magyar focit, meg az NB1-es fordulót így egészben nézzük. Tehát amikor kiírtam a Facebookomra a Ferencvárosnak a meccsével kapcsolatban, hogy ez van akkor, amikor a bajnokság legjobb játékosai, gyakorlatilag a négy legjobb, az egyik legjobb, én szerintem a négy legjobb játékos, talán még oda, mert addigra már Zakariasen kiesett, de ez a Tokmak, Mai, Marquinhos, és kit hagyok ki? Traoré, igen. Amikor ez a négy, ez képes egymással úgynevezett interakcióba kerülni, tehát labdát tartani és egymáshoz közel helyezkedni, akkor gyakorlatilag az edzőnek az a feladata, hogy kidobja őket a pályára, és azt felteszi a kezét, hogy na akkor menjen. És miért párhuzam ez a Vasassal? Mert a futball ebből a szempontból és az NB1-es szinten nem olyan nehéz játék. Oda teszed Novotny Somát, oda teszed a Hinorát, meg oda teszed a Filip Hollendert. A Filip Hollender az egy ilyen teljes szabadságban focizott, mint Messit láttam utoljára így, hogy nem kvalitásokban, hanem szerepkörben, hogy tényleg azt csinált Filip Hollender, ahova oda ment ki, ahova akart. Ez ilyen gyerekek, teljes ebből szabad hogy játék jutunk volt. El a dárdai, atya úr. Hát elmondom, hogy a edzői szakmának, és akkor így mehetünk Dárdaira, egy ilyen része is van, ugye a Desi Szilárd azt mondta, hogy megvalósultak azok, amit látni akart. Hát, hogyha Filip Hollender ilyen teljes... Ő mondjuk ezt mondta az előző meccsen is. Hát, igen. Hogyha Filip Hollender ilyen teljes szabad fociban van, ami minden kreatív játékosnak az álma, akkor lehet, hogy a Vasas még többet fog nyerni, mert ez tényleg jól nézett ki. Na akkor hogy fordítom át a Vasasról a Hertára, illetve a Dárdai párra a műsort? Hasonló helyen állnak. Igen, sokszor szólják, ennyi, de tessék, meg is oldotta a Rudi. Hasonló gondokkal küzdenek, egy kicsit nyugatabbra, de épp azt akartam mondani, hogy ugye Kondás Elemér kapcsán beszélt Iván arról, hogy stáb nélkül érkezett, és hogy Isten igazából egy kicsit úgy tűnt a dolog, hogy minden áron el szerette volna vállalni ezt a munkát. Most azt mondta Dárdai Pál, hogy ő viszont nem az a típus, aki csak úgy elvállal a munkákat, akkor érzi a késztetést, ha elkapja az az érzés, hogy ez passzol hozzá.
És hát ami szerintem a legfontosabb Dárdai Pállal kapcsolatosan, hogy neki a Hertha mindig is egy szerelem projekt volt. És hát amikor az érzelmek, mert anélkül szerintem nem lehet élni, a biznisszel vegyülnek, abból jó dolog sülhet ki? Vagy pedig azt úgy nem igazán jó keverni az érzelmeket és az üzletet a döntéseknél? Én azért mosolygok ezen, mert ugye Dárdai Pálnak a példája az azt mutatja, hogy ezek az érzések valahogy mindig csak a Hertával kapcsolatosan kapják el. Szóval én biztos vagyok abban, hogy pláne amikor először ugye 2015 februárjától a Hertának a vezető edzője lett, és utána azzal a csapattal elkezdett eredményeket elérni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a csapat az érkezése előtt akkoriban a 15. és a 11. helyen volt, és hát nem nézett ki olyan csodásan akkor sem a helyzet, de amikor átvette Pali, akkor egyből ugye a 15-16-os szezonban a 7. helyen végeztek, és mellesleg ugye kupa elődöntőt játszottak a Dortmund ellen. Szóval azonnali hatást gyakorolt erre a brigádra fiatal edzőként. És hogy utána én biztos vagyok benne, hogy az ott eltöltött 3-3 és fél év alatt, és azt követően azért voltak neki lehetőségei. Azért az ő neve felvetődött, emlékszem én akkor akár a Bayern Münchennél is. És hogy mégsem érezte soha azt a Pali, hogy neki váltani kellene. Sokkal inkább azt érezte, hogy jó, hát itt ugye az U16-nál is utána, aztán megint vezetőedzői poszton a Hertánál vállalt feladatokat, és hogy mégis utána inkább a pihenés mellett döntött, mint hogy bármilyen munkát elvállaljon. Szóval, hogy én azt érzem, és szerintem ebben különben semmi rossz nincsen, hogy az eltöltött 15 évet aktív játékosként is ennél a klubnál. Ugye a mai napig ő a csúcstartó a mérkőzések tekintetében. Ne felejtsük el, hogy három gyermekéből, fiúgyermekéből ketten a csapatnál játszanak, egy a nagy csapatnak a keretében van, és ebben az évben száguldott be tulajdonképpen a Bundesliga mezőnyébe, ugye 13 találkozón is szerepelt már Marci. És ez mind-mind ugye az egész életük, életvitelük őket Berlinhez kötik, és nyilván, hogyha onnan van egy megoldandó feladat, ha ő látja, hogy vergődik, és erről majd azért később még szeretnék beszélni, hogy vergődik ez a csapat, akkor ő azonnal ott van, és nyilván azonnal igen fog mondani. Iván, kényelmes, rá lehet ezt a jelzőt sütni Dárdai Pálra, vagy inkább tudja a határait, tudja a korlátait, nem szeretne olyan helyekre menni, vagy olyan helyen kipróbálni magát? Hát vagy inkább mazoista? Na, hogy mindig ilyen helyzetekbe veszi át? Hát nézd, rengeteg minden van ezzel kapcsolatban, több aspektus is van, de még mielőtt belemennék, azért azt tisztázni szeretném, és ezt szerintem ebben a műsorban elég őszinte műfajban vagyunk, és azért nem nagyon szoktunk így ockolni semmiféle témától. Sokak bánatára, igen. Igen, sokak bánatára, de én azért azt hozzátenném, és mondom, leszögezném, és valamiért elkapott most ez a hangulat, amikor Dárdai Pál jött fel, hogy nem vagyok informált, tehát nem tudom. Tehát tessék úgy venni az én szavaim, mint aki semmiről nem tud, hanem kívülről nézi az eseményeket. Egy csomószor máskor, amikor NBA-ről beszélünk bizonyos csapatokról, stb., akkor egy kicsivel informáltabbak vagyunk. Nem tudom, Rudi nevében nem akarok beszélni, de én biztos, hogy nem vagyok informált azzal kapcsolatban, hogy Dárdai Pál hogyan éli a napjait, illetve miért fogad el egy-egy ajánlatot. Vett egy kutyát, miért... és vele volt, ennyit tudom. Igen, az interjúból... Most nem ért jól. Igen, az interjúkra mindjárt kitélek. Akarom mondani, hogy meg a pörköltet, tehát ezt mindjárt ki akarok, mert azért tudod, amikor vannak ilyen, tudod, szokták ezt így csinálni, amikor csinálnak egy ilyen kutatást, hogy milyen szavak jönnek ki, tudod, ezt, ismeritek azt az ábrát, hogy egy bizonyos témával kapcsolatban mik azok a legtöbbet emlegetett szavak, amik kijönnek, és akkor így nagyobbak a szavak, és így összerakják a szavakat így különböző dolgokba. Na most, hogyha Dárdai Pállal kapcsolatban lenne ez, akkor a pörkölt, bor, Berlin, magyar, ezek a szavak így, igen, tehát ezek nagyobban jönnének ki, Hertha, de meg Balaton, mert a Balaton mindig megemlíti, hogy ő a Balatonon van, és a Balatonra megy nyáron, és a Balatonon tölti az ideje, és a Balatonra szeretne elmenni, úgyhogy ez is benne lenne. Na de, szóval, hogy miért ócskodok egy kicsit a témától? Azért ócskodok ettől, mert én szerintem Dárdai Pál a magyar futball történelmi kulcsfigurája.
És amikor azt mondom, hogy magyar futball, akkor ez egy ilyen kiterjesztett dolog, mert ugye nyilván nem a magyar futballban, csak keveset, játékosként is keveset, meg edzőként is keveset volt aktív szereplő. Mégis úgy érzi az ember, hogy passzív szereplőként a magyar futballnak egy alapvető figurája. Most abban nem fogok belemenni, bár ha gondoljátok, belemeltünk később, hogy miért pont a Hertánál, meg hogyan alakult ez a dolog, hogy igazából ő a védekezés-kontráz típusú futballnak hát az átütője. Tehát addig is volt kontráz és védekez a magyar fociban, de ő volt az első, aki ezt olyan egyértelmű sikerre vitte, bár nem volt nehéz, mert nagyon mélyen volt a magyar futball, amikor ő belépett ebbe, de úgy ütött át, hogy csak így lehet Marco Rossit elemezni. Most miért bántott Pintér tényleg? Hát az más volt, tehát az nyilván nem volt, tehát a Győrrel például bajnok lett, igen, de az nem volt olyan átütő siker, mint például a Dárdainak a válogatottban nyújtott ilyen, ez a kiszámolt támadás, meg ez a teljesen kontrollált akcióknak a témája. Nem, most arra utaltam, hogy ő volt a válogatottban. Pont ő váltotta. Ja, bocsánat, hát igen, tehát nem véletlenül mondtam, hogy eléggé mélyről kellett érkezni. Mert egyébként szóval... nem tudott kibontakozni azon az egy meccsen. Kettőn vagy hárman, igen. Szóval, hogy Rossit csak úgy lehet értelmezni, hogyha Dárdai kontextusában nézzük. Tehát azért választották Marco Rossit, meg azért fogadja el a nézőközönség Marco Rossit, mert Dárdai már letette ennek az alapját. Tehát így ez nagyon fontos kitétel, és ezáltal csak eljutok hát már ezért a jöhetett, ezért jöhetett, mert Ben Stork is ugye együtt dolgozott, szóval ő volt a következő. És ugye Ben Stork, ha már így nézzük, ha már ilyen történelmi láncolatban nézzük, akkor Ben Stork egy kicsit kiemelkedett, mert ő megpróbálta, azonnal meg is bukott, amikor megpróbált egy kicsit labdával focizni. Szóval ez is része a dolognak, hogy még egyszer mondom, Dárdai Pál egy történelmi kulcsfigura. Na és akkor ezért, mivel történelmi kulcsfigura, ezért amikor elemzünk egy ilyen szemét, vagy egy ilyen fogalomrendszer, mert ő több mint egy szemét, igen, egy ilyen helyzetet, akkor óckodni kell attól, hogy az emberek egyből lehúrognak, tehát próbálom az elején ezt elkerülni, hogy ha bármi negatívat vagy kritikát mondok, akkor azt nem azért mondom, egyrészt nem vagyok informált, másrészt pedig nem azért mondom, mert nem ismerem el Dárdai Pálnak a történelmi szerepét, mert nagyon is elismerem. Na szóval. Egy 15 perc magyarázkodással kezdtél. Igen. Na szóval. Hát fontos, nem szoktam, de így valamiért van egy olyan érzésem, mindenki döntse el, mert ő egy nemzeti bős, tehát ő egy a azért mondom, közül, igen. És nyilvánvalóan egyébként, hogyha a kommenteket olvasod, mert én olvastam és küldtem is nektek, akkor ennek 90%-a, de nem tudok ilyen pontos arányokat, de kb. Arról szól, hogy szegény Pali, ezek a németek már megint hülyének nézték, milyen jó fej, hogy egyáltalán szóba áll velük, és amúgy sok sikert kívánnak neki, és rukkolnak neki, és volt egy pár hozzászóló, aki mondta, hogy csalódott benne, mert hogy nem gondolja, hogy el kellett volna ezt vállalnia, de tényleg az átlag, a legtöbb ember, az a Dárdai Pálnak, hogy úgy mondjam, a rajongója Magyarországon, joggal, kérdezem, vagy mondom? Igen, én is egyébként rajongója vagyok, és majd beszéljünk arról, hogy milyen edző is ő valójában, de előtte erre a kényelmességre kérdeztél rá, tehát mondom, bocsánat a hosszú óckodásért, de akkor rá is térek erre. Szóval, hogy kényelmes-e vagy nem. Azért mondom, hogy... kivágni, és innen tömelt, hogy kényelmes? Igen, vágjátok. Az elejét kivágjuk a magyarázkodást. Militárián mehet a francba. Szóval, kényelmes, mert ennek is két része van, én legalábbis két részt látok. Egyrészt személyesen én is meg szeretném osztani azt, hogy mint családapa, ugyanígy edző, sőt most már én is több helyen voltam többször is, egy ország egyik végéből a másikba, átvittem a családomat keleti partról nyugati partra, utána nyugati partról keleti partra egy évig, majd keleti partról nyugati partra megint. Tehát, és most egy teljesen különböző kulturális helyen, tehát csak szeretném jelezni, hogy én nagyra tartom azt az embert, meg azt a minőséget, amit Dárdai Pál, hogyha ez van a háttérben, megint nem vagyok informált, de ha ez van a háttérben, hogy azt mondja a felesége, hogy már pedig Palika, én követtelek téged, nem tudom hány, vagy nem kellett annyiszor követni, mert nyilván ő is Németországban focizott, de hogy elviseltem azt, hogy mit tudom én, te minden hónapban egy hétre elmentél Máltára focizni, meg utána vissza kellett repülni, meg akkor a gyerekeket iskolába kellett vinni, akkor reggel edzésre mentél, délután nem tudtál, mert csapatmegbeszélés volt, stb. Majd hazajöttél, stresszeltél, fáradtó voltál, pihenni kellett, tehát nem tudtál részt venni a családi dologban. Tehát ezt a részét Dárdai Pálnak, ha ez van a háttérben, akkor maximálisan, mint családapa, mint egy ahogy szokták mondani, egy rendes ember fia, aki tényleg a családját tartja első számú szempontnak, ebből a szempontból ez egy rendkívül fontos és egy nagyszerű példa.
De? Tehát, hogy bocsánat, a másik hogy része... A most a Paliról beszéltünk, igaz? Mert hogy attól, hogy már nem... Az edzőélet is egy brutális... Hát, de ezt akarom mondani, igen. Igen, ezt akarom mondani, hogy pontosan erről van szó, hogy ebben a kontextusban nézve. Mert ugye pont ezért mondom, hogy tudom értékelni, mert én viszont átutaztatom a családomat, és a feleségemtől elhihetitek, hallom is ezt a részét. Sőt, ez egy ilyen teher az én vállamon, hogy a következő állásom után nézek, vagy hogy elfogadjak ajánlatokat, vissza kell utasítsak, most is utasítok vissza ajánlatokat, amik jónak tűnnek, tehát nem tudok, mert egész egyszerűen azt mondta a feleségem, hogy 3 évig már pedig itt leszünk. És jó, Iván, ez, de azért mondom ezt nagyon sokan, és nyilván aki futballistához, nem csak futballistához, sportolóhoz megy feleségül, vagy megy férjhez, ha a másik oldalt nézzük, akkor az maximálisan tisztában van vele, hogy onnantól kezdve ez mivel jár együtt. Úgyhogy ez egy döntés mindkét fél részéről, hogy ezt vállalja, vagy sem. Ennek megvan nyilván az a jó oldala, hogy annyi pénzt keresnek, amivel valószínűleg nem lesz majd probléma az, esetlegesen, hogy valami segítséget intézzenek oda magukhoz, vagy valami más úton, módon megoldják ezeket a problémákat. Szóval ezt nagyon sokan mondhatják egyből, hogy ez mindenkinek a saját döntése, és mindenki tudja, hogy persze, mit vállal partnerként. De nyilván nem egy kapcsolattanácsadási műsorban vagyunk, de azért mind a ketten tudjuk, mind a hárman tudjuk. Ez nagyon biztos vagyok. Hát ez akarom mondani, elmondjuk, hogy egy játékos lehet, hogy az alapján dönt egy adott klub, mert hogy a feleségének tetszik-e a város. Igen, csak abba akartam belemenni, hogy mindhárman tudjuk, hogy amikor egy kapcsolatban megszületik egy döntés, ez nem feltétlenül tart örökké egyrészt, másrészt, meg nem minden kapcsolatban hoznak meg ugyanolyan döntést. Tehát ezt arra értem, hogy lehet, hogy egy olyan paktum, a dárdai paktum az abból áll, hogy jó, játékosként te nem vettél részt, most, hogy edző vagy, most meg tudod választani, van elég pénzünk, ráadásul a másik fiunk az Magyarországon van, őt is szeretnénk látni, tehát akkor döntsél úgy a sorsodról, hogy vagy itt az utánpótlásba, Hertha utánpótlásba, vagy a Hertha felnőtt csapatnál, mert akkor legalább itt vagy. Vagy akkor, hogyha mit tudom én, elmész az Union Berlinhez, de az is Berlin legalább. De tehát, különben Dárdai Pálnak ebből a szempontból sportolóként a legjobb, családi szempontból a legjobb helyzete volt. 15 évet játszott egy csapatnál, 15 évet éltek egy helyen, járhattak a gyerekek ugyanabba az iskolába, ugyanabba az óvodába, ugyanabba a klubba játszhattak, nem kellett úgy, mint például váltani, utazgatni, megvolt az a közösség, egy világvárosban, egy nagyon jó világvárosban voltak, nagyon könnyű Budapestről eljutni, de talán gyorsabban eljutnak, mint Budapestről Pécsre. Szóval minden adott volt ahhoz, hogy egy jó legyen, és utána edzőként is ugyanott maradtak. Szóval azért erről az oldalról megközelítve szerintem nekik volt a legkönnyebb feladatuk eddig. És akkor ezért van az, hogy jön a másik oldal, amiről akartam ezzel kapcsolatban beszélni, hogy az ambíció kérdése. Mert ez a kettő dolog áll szembe egy játékosnál is, meg egy edzőnél is. Ugye Illés Béla, aki az MTK-ból nem igazolt el, ki tudja miért, ugye? Ambíció hiányzott? Tehát így utólag nézve, ambíció hiányzott? Például, hogyha akkor lett volna a piros-fehér-zöld, 1999-ben lenne a piros-fehér-zöld, akkor lehet, hogy én itt megfogalmaznám azt a kritikámat vele, vagy Kanta Józsival kapcsolatban, bár Kanta Józsi egy kicsit más, mert ott megsérült egy rossz ütemben, de hogy Illés Béla vajon azért nem megy el, mert ambíció hiányos, jó neki a kényelmes Magyarország. Tehát, hogy Dárdai Pállal kapcsolatban is az ember érzése, hogyha ezt a családi dolgot úgy számítjuk, hogy ez nem így van, bár én felteszem, hogy így van, én nekem van egy ilyen érzésem így, ahogy az interjúk, meg a különböző megnyilatkozások miatt, én nekem nagyon-nagyon olyan érzésem, hogy Dárdai Pál egy igazi családapa, aki próbál ennek megfelelni, egyébként remek példát mutatva, még egyszer mondom, több más magyar kollégának vagy embernek is. És lehet, hogy hűséges is, már bocsánat, hogy itt, és nem és a az is lehet, az is lehet, igen. Hanem ugye, ha már itt mondtad a Kantajuk, az Illés Bélát, de a Tottit is mondhatnád, és még nyilván számtalan példát, azért az embereknek ez valahol egy iszonyú, tehát szerintem őt azért is szeretik ennyire Berlinben, és azért bármi lesz szerintem, majd beszélünk szakmaira, mondta Rudi, hogy szeretne, bármi lesz a Berlinnél. Szerintem tőle bármit el fognak tudni viselni, a stílusa miatt, a hűsége miatt, szóval szerintem ez egy nagyon összetett dolog, hogy a Palit megítélésében, amikor beszélünk, akkor mi a fő hangsúly, de akkor te azt mondod, hogy azért neked hiányzik az ambíció, hogy esetleg mondjuk a Manchester City-nél, vagy bárhol, most
ha keresték volna akkor, vagy a Bármünchenné kipróbálhatta volna magát? Hát nézd, ezt akartam mondani, hogy ezt szerintem, majd tudom, hogy Löw Zsolttal kapcsolatban is beszélgetni fogunk, és ez szerintem egy nagyon érdekes téma. Mondom, még egyszer mondom, személyes kötöttségem is van ehhez, mert mint edző, bár nyilván közelében nem vagyok annak a színnek, mint ezek az említett úriemberek, de azt azért látni lehet, hogy aki a profi, és most úgy értem, hogy teljes munkaidőben ha utánpótlás, ha profi szín, de profi edző akar lenni, annak bizonyos szempontokból hatalmas feláldozás, önfeláldozásra van szüksége. És nem csak önfeláldozásra, hanem családi feláldozásra. Egy csomó minden olyan áldozatot kell hozni, ami az átlag ember így kívülről nem látja, csak azt látja, hogy öltönyben ott vannak a pálya szélén. Szóval, hogy a Dárdai Pállal kapcsolatban ez a kritika is megfogalmazható, hogy kritikát is megfogalmazzunk, és ez talán a legfontosabb kritikája ennek az egésznek, hogy amikor a csúcson volt, mert most már azért nincsen a csúcson, és úgy működik ez a piac, bár hozzáteszem, hogy még nem öreg edzőnek számít, hanem kifejezetten ez a középkorú edzőnek számít, amikor a csúcson volt, úgymond, amikor európai szintére vitte a Hertát, és tényleg a gazdasági lehetőségeihez képest sokkal jobban szerepelt egy német középcsapatnak mondható Hertha Berlinnel, akkor középcsapatnak mondható Hertha Berlinnel, akkor, mert így működik a piac, akkor kellett volna tovább mennie. Mit tudom én, a Sporting Lisszabonhoz, mint ahogy Bölöni László körbe ment, ugye? Vagy mint ahogy egy csomó ilyen edző külföldi példával élve. Például Sir Bobby Robsonnak van egy remek Netflix dokumentumfilmje, ahol ugye ő elmegy Portugáliába angolként, ami neki kinyitotta azt az utat, hogy később a Barcelonához tudjon elmenni. Tehát, hogy így működik a piac, hogy amikor forró vagy, úgy amerikai szóval when you're hot, ugye, amikor mindenki rólad beszél, amikor igen, amikor te vagy a sztár, akkor kell meglépni ezeket a szituációkat, mert különben a piac elfelejt, és utána jön a következő fiatal német edző, aki tudott bravúrt elérni, és akkor nem te vagy az, aki tovább megy, és ezt az ambíciót igenis számon lehet kérni Dárdai Pától, abban a kontextusban pedig, hogy ez a magyar futballra, a magyar futballedzőre milyen hatással van. Na hát ez megint egy nagyon nagy téma, de engem egyébként ez egy kicsit izgat. Ide azért hagyj tűzzem be, mert szerintem pont itt jön szóba a család, hogy amíg egy embernek az életét kell beáldozni valakiért, és azt mondod, hogy a feleséged elmegy, és ő se tud folyamatosan munkát vállalni. Ezt saját példámból el tudom mondani, hogy az én párom, amikor kijött velem Németországba, akkor ugye ott osztottunk, szoroztunk, hogy tudna dolgozni, mivel tudná eltölteni az idejét, és ugye itt Magyarországon az akkor még nem volt divat, hogy mérkőzések előtt, minden mérkőzés előtt már egy nappal edzőtáborba mentél, bent aludtál. Magyarul azt jelentette, hogy a heti két mérkőzésnél ugye 4 napot fixen nem voltál otthon, hogy mivel tölti el egy fiatal lány az idejét Németországba. És ugye megnéztük például mi is a munkalehetőségeket annó, viszont a matek végén az jött ki, hogy ha munkát vállalt volna a saját párunk, akkor nekem ugye teljesen más adózási rendszerbe kerültem volna, és nem tudott volna annyit keresni ő, mint amennyi nekem kiesés lett volna. Szóval anyagilag sem érte volna meg az, hogy ő munkát vállaljon. Szóval amíg egy embernek az élete kerül feláldozásra, és azt mondja, hogy oké, van egy 15 éves pályafutásod, és ezt a 15 évet én rááldozom, addig esetleg én önfejlesztek, tanulok, és megpróbálom hasznosan eltölteni az időt, addig rendben van. De amikor már 3 gyermeked van, akik mind iskolába járnak, bölcsödébe járnak, megszokott életritmusuk van, az ő életüket is folyamatosan kivenni és feláldozni a saját karriered oltárán, mint edző, az már lehet, hogy nálam is sokkal inkább a család felé terelné a gondolatokat, mert azt mondanám, hogy igen, eddig mindenki az én életemet szolgált, az egész rendszer azért volt, hogy belőlem valaki legyen. Most legyen azért másnak is élete. Bocsánat, annyira jó, amit a Rudi mond, és semmi köze a Dárdai Pálhoz, csak hogy ha már ilyen dolgokról beszélünk, nem mindig van lehetőség az embernek ezt elmondani. Sokszor így lelegyintenek játékost, azt mondják, hogy csak a pénzért ide meg oda igazolt, és nagyon sokszor, hogyha mélyebbre ásnánk, kiderül, hogy lehet, hogy azért ment el mondjuk másodosztályba, mert közel akart lenni a családjához, mert 1000 évet volt távol, mert
esetleg olyan lehetősége lett volna külföldön, amiért már nem lett volna értelme, amit a Rudi mond, feláldozni azt, hogy mondjuk a gyerekét kitépje az általános iskolából, ahol már barátai vannak. Na mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon összetett kérdéskör, ezért is mondta azt az Iván, hogy nem látunk bele a színfalak mögé, de a nyilatkozatokat viszont tudjuk olvasni, és mit mond a Dárdai Pál, hogy számára kell a motiváció, és neki mindegy, hogy első osztály, Bundesliga 2 vagy utánpótlás, csak érezze a tüzet. Számodra ez elfogadható, Iván, hogy ő ezt mondja, hogy őszinte emberekkel szereti körülvenni magát, és hogy az anyagi oldal neki csak másodlagos? Mert hogy nem éhez, nem kaszinózta el az eddig megkeresett pénzét? Tehát, hogy azért ő ezeket így kijelenti, hogy nála a pénz másodlagos. Azért ilyet se hallasz gyakran. Hát egyrészt nyilván kicsit magyarázkodik, mert azért meg kell magyarázni azt, hogy már ne egyére ugyanoda mész vissza, tehát az alapvetően meg ezt kell magyarázni. Még korábban mondta, amikor még nem hívták vissza, ezt egy évelei interjúban találtam, de alapvetően szerintem ez ilyen akkor, akkor azt kell megmagyarázni, hogy miért nem vagy éppen munkában. Tehát hogy mindig, nyilván a médiában az a lényeg, hogy a saját narratívádat vigyed, és ez teljesen érthető. Dárdai Pállal kapcsolatban is, ez a szituációval kapcsolatban, hogy ez a tűz, ez azért látszik, hogy ő tényleg. Egyébként nagyon pozitív példa ebből a szempontból, hogy neki nem derogál utánpótlásban dolgozni. Pont a Szabó Istvánnal kapcsolatban, a kecskeméti vezetőedzővel kapcsolatban írtam egy cikket, és abba írtam bele, hogy hop-hop, itt van egy edző megint, akinek nem derogál arról beszélni, hogy az U19-ben ő a kiesés ellen hozta fel a kecskeméti U19-et, mit tudom én, 2009-ben, és hogy ez egy nagy sikerként könyvelt el. Mert aki minden szinten képes eredményt elérni, az megmutatja, hogy már pedig ő neki a látásmódja, meg a látószöge, az szélesebb, mint másnak. És ebből a szempontból jobban tud kapcsolódni azokhoz a dolgokhoz, amikről az előbb beszéltél, ugye, mert ez nem futballmenedzser, itt vannak apukák, itt vannak fiatal játékosok, itt vannak következő szintre vágyók, itt vannak, akik a következő szintről visszaestek és vissza akarnak. Tehát, hogy egy csomó minden ember típussal és játékos típussal kell kooperálni, és ebből a szempontból az, hogy ő az utánpótlásban is minden szinten dolgozott, ez egy abszolút pozitív példa. A másik, hogy tüzet találjon. Én ránézek ugye itt a tabellára, hogyha nem lenne ez az osztályozó dolog a Bundesligában, akkor gyakorlatilag azt mondanám, hogy már kiestek. Tehát, hogy hiába 5 pontra vannak kieső helytől, vagy éppen bemaradást érő helytől, ugye a Bochum azt hiszem, amelyik de Rudi majd mindjárt biztos javít, hogyha rosszul mondom, de tehát, hogyha nem lenne ez az osztályozó, ugye, ami már csak 2 pontra van, mert így már akkor megvalósítható, de hogyha erre az 5 pont lenne, plusz 2 csapat a bemaradást érő hely között, akkor én azt mondanám, hogy nem is értem, hogy miért vállalta ezt el, mert gyakorlatilag lehetetlen, mission impossible. De így mondhatom azt, hogy már pedig, hogyha ő ezt elvégzi ezt a feladatot, és bentartja a Hertát, akkor megint egy sikersztori, és megint felkaphatja az önmaga szálát, amit leejtett egy pár évvel ezelőtt. Mert ugye ne felejtsük el, és hagyok valamit Rudinak is, ne felejtsük el, hogy azért volt két időszaka, legalábbis két időszakra biztosan lehet bontani a Hertában töltött, vagy a Hertánál töltött Bundesligás időszakát. Az egyik nagyon sikeres volt, a másik pedig kevésbé. Tehát, és utána úgy ugye csúnyán váltak el. Tehát az a kérdés itt most a Hertha újbóli kinevezésével kapcsolatban, meg azzal, hogy kivel veszi magát körül, meg stb. Én néztem itt az első megtartott edzését, egyből egy ilyen nagyon érdekes szituációval kezdődött egyébként az edzés, majd arra is kitérek később, de hogy érdekes szituáció, hogy mi változott aközött, amikor legutóbb volt a Hertánál, meg mi változott most. Lehet, hogy ez csak megint ez a Jézus Krisztus feltámadt húsvéti időszak, hogy Dárdai Pál visszatér, és a halálba ment Hertát próbálja még visszatántorítani, és ezzel a saját karrierjét feltüzelni újra. Tehát erről van szó, itt egy kicsit azért a narratívát majd kezelni kell, hogy kitaláljuk, hogy miről is van szó. Azt nem szabad elfelejteni azért, hogy az egyik aspektus az, hogy annyira rossz helyen van a Hertha, ahogy te is említetted, és jók voltak az információk, amiket mondtál, hogy innen a Pali azért nem tud veszíteni idézőjelbe. Mert hogy ez egy olyan szituáció, ahonnan a kiesik, akkor mivel itt vette át, és borzalmas állapotban van a Hertha. Viszont annyiban vitatkoznék veled, vagy nem is vitatkoznék, hanem picit korrigálnálak, hogy a második szerepvállalása, ugye, ami 2021. januárjától futott a Hertánál, és 10 hónapig tartott, plusz-minusz 11-ig, ugye akkor is nagyon rossz állapotban vette át a Hertát.
és egy olyan Mihály Préccel kellett, mint sportigazgatóval küzdeni megállás nélkül, akit mondjuk én testközelből is ismerhetek játékosként, mert mindig őt kellett fognom, mikor játszottunk a Hertha ellen. És hogy Mihályel Préccel voltak neki nagyon komoly csörtéi, és ezért tűnhetett úgy, hogy ő veszekedéssel vagy mínuszban vált el, de ez abszolút nem így volt. Teljesítményileg, ugye a második szerepvállalása alatt is 1,23 pont per mérkőzéssel zárt, és Mihályel Préc ugye utána a távozását követően, meg előtte is olyan összegeket áldozott a csapatra, amelyeket korábban Dárdai Pálnak soha nem adtak meg, egyetlen egyszer sem. És volt edző Bruno Labbadia, Jürgen Klinsmann, Félix Magath, olyan nevek, akik edzői szinten azért nagyon sokaknak mondanak valamit, és jó helyeken voltak. Egyetlen egyik szakvezető sem, amióta Dárdai Pált kinevezték 2015-ben, egyetlen edző sem hozott olyan pont per mérkőzés átlagot, mint amit Dárdai Pál akármelyik szerepvállalásánál, akár az egyiknél, az mondjuk jóval kimagaslik, ott 1,38 volt, de még 1,23-at sem hozott, egyetlen edző sem. És az mindent elmond Mihály Précről, és az egész rendszerről, Hertha rendszerről, mert ugye ez nem minden az ő nevéhez fűződik, hogy a Dárdai Pál első kinevezése óta 9 edzőváltás volt a Hertha kispadján 3,5 év alatt. Ezt azért mennyit szoktunk beszélni, igen, az edzőváltásról és a tudatos kinevezésről. A Herthánál 9-szer 3,5 év alatt. Az egy borzalmasan rossz szám, és akkor ide tűzném be azokat, amikről szerettem volna beszélni, hogy amikor kinevezték ugye 2015-ben Dárdai Pál, azt, ahogy említettem, ugye egy nagyon sikeres berobbanása volt tulajdonképpen a felnőtt edzői világba, és nagyon nagy hatást gyakorolt, nem csak a magyar válogatottról tulajdonképpen előtte, hanem a Hertára is egyúttal. És az, hogy ugye a 7. helyre jöttek föl, a következő évben 6. lettek, elindulhattak utána ugye az Európa Ligába, nagyon hosszú idő után a csoportkörbe, a Bilbaóval, a Luganszal, az Östersunddal játszottak például, szóval olyan magasságukba vitte el a Hertát, amelyre nagyon-nagyon régen volt példa. Ugye a másodosztályból jutottak vissza, különben nem is olyan régen előtte. És azzal, hogy eljutottak ezekbe a magasságukba, ezt úgy érték el, hogy megnéztem, hogy mennyi játékos értékesítés volt Dárdai Pál értéke alatt, magyarul mennyit segítettek neki a háttérben a vezetők, és ugye Mihály Préc, miből kellett neki anno ezt az eredményt és a 6. 7. helyet nemzetközi indulást jelentő helyeket produkálni, és mennyiből utána. És az jött ki, hogy amíg Dárdai Pál 2015-től ott dolgozott ugye a 2018-19-es szezonig, addig 0,9 millió, magyarul 900 ezer euró volt, amit a csapatra, az volt a nettó összeg, amit a csapatra fordítottak. Évek alatt, 4 év alatt ennyiben segítették Dárdai Pál munkáját. Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy mennyi játékost sikerült eladni azáltal, hogy Dárdai Pál jött, de különben ezek az összegek nem egy hatalmasak, hiszen bevétel szintjén ilyen 5 millió, amikor ugye elkezdett jobban menni, akkor 6,7, és a következő évben már 18 millióért értékesítettek, és ez mind Dárdai Pál teljesítményének volt köszönhető. A következő szerepvállalásánál is, amikor megérkezett, és kinevezték 2021-be, akkor utána plusz 25 millióval zárták, szóval a bevételi oldal jóval magasabb volt, mint a kiadási oldal. Egyetlen egyszer nem ruházott be a Hertha BSC, hogy segítse Dárdai Pál munkáját. Egy ilyen helyzet nyilván arra predesztinálta ezt a csapatot, hogy egyetlen edző sem tudott 1,2 pont per mérkőzés átlagnál többet produkálni, az egy borzalmasan alacsony szám, szóval az tényleg arra jogosít fel bárkit, hogy az utolsó helyek valamelyikén a kiesés ellen küzdjön folyamatosan. Dárdai Pál ezt úgy tette meg, hogy ezzel a kerettel, ugye 6.-7. hely, most nyilván megint van egy olyan szituáció, és szerintem, amiről te beszéltél, Iván, ez neki fekszik is, mint a magyar válogatottnál, mikor ide jött egy északírek elleni hazai 2-1-es vereség után, és Pintér Attila után kellett hatást gyakorolni, és úgy mentünk el
Romániába, Bukarestbe egy-egyet játszani, hogy hirtelen kellett ott átalakítani egyik napra a másikra a válogatottat. Az ő fia, hogy amikor bajban van, akkor tud igazán segíteni, és ebben a szituációban... Védekezés kontráz. Nem is az ő profilja, ez az ő játékstílusa szerintem, amiről Iván beszélt, hogy nagyon jól meglátja szerintem Pali, hiszen ő világéletében játékosként is egy eszméletlen profi, fegyelmezett ember volt, aki megkövetelte a legpontosabban a végrehajtott dolgokat, és szerintem én ezt látom nála edzőként, hogy eszméletlen jó átlátja ezeket a helyzeteket, és tudja jól azt, hogy hogyan kell a játékos keret erősségére építeni és megszervezni egy védekezést, mert ilyen helyzetben mindenki esett, Márko Rossi is ezt csinálta a magyar válogatott, hogy megszervezte először a védekezést, ezt Dárdai Pali is nagyon jó átlátja, nagyon jó megszervezi, és ezekből próbál kontrákat vezetni, és nyilván ezek a szituációk, amiben ő belekerül, amit ő választ, aminek ő utat enged, általa mondottan érzelmileg, az mindegyik egy ilyen szituáció, hogy nagy bajban lévő feladatokat kell megoldani. Ugye azt néztem pont, hogy 32-es XG-re rúgott 33 gólt a Hertha ebben a szezonban, nagyon kevés volt a labda birtoklása, jól láttam, csak az Augsburg talán rosszabb náluk, hogyha 11-esek nélküli XG-ket nézzük, szóval nagyon kevés eleve a helyzet kialakításuk, szóval eleve egy hasonló szisztéma volt jellemző a Hertha-ra az idei szezonban, de viszont ha már ez a játék van, ez valószínűleg Hertha Dárdai Pál sokkal hatékonyabban fogja tudni megvalósítani. Ettől függetlenül tényleg talán akkor az, hogy miért vállalja el. Tehát, hogy én értem, hogy win-win szituáció végül is a klubnak is, mert a klub is egy kicsit el tudja csendesíteni a szurkolókat, hiszen hoz egy olyan embert, akit szeretnek, elismernek. A Palinak is nyilván egy win szituáció, hiszen nem tud ebből, ahogy mondtuk, rosszul kijönni. Továbbra is a kérdés az, hogy miért jó ez neki? Amellett, szerintetek különben nincsen olyan benne, bocsánat, Andris, hogy nyilván egy ilyen érzelmi és családi vonal, és hogy ott van ugye Marci 21 éves középső védőként a csapatban játszott, ahogy mondtam, 13 mérkőzés, de csak 670 percet, és azért sokat lehetett arról is hallani, hogy mivel az ő fia, ugye a vezetőség is, vagy Sandro Schwarz, ugye szórakoznak vele. Nyilván egy ilyen szerepvállalás azért nem jelent bérelt helyet, mert a Pali erre nagyon figyel, viszont a lehetőséget azt jelenti. Ha megnézzük Bencét, ugye, aki 17 éves és az U19-es csapatban van, neki is ugye 17 évesen már ott kell kopogtatni ugye az első csapatnak az ajtaján. Én úgy érzem, hogy azért van mindig egy ilyen motivációs bázis is egy döntés előtt, hogy nyilvánvalóan a saját rendszerednek, a saját fiaidnak szeretnéd a legjobbakat, és a legjobban most az szolgálja az ő jövőjüket, hogy van egy ilyen biztonság nekik, egy kinyíló ajtó előttük a jövőben. Egyébként nem ő tette be, hogy mondta is Rudi őt a csapatba, viszont a gyerekei, és azt mondta Pali, nem csak úgy eljutottak egy szintre, meg is kellett dolgozniuk érte. Ettől függetlenül te is látod ezt a esetleg motivációt benne, Iván, hogy akkor miért ne használja ki ezt a lehetőséget, hogy mondjuk Márton stabilabb szerepet kapjon? Hát egyrészt egyértelműen, tehát ezt szerintem ne is tagadjuk meg, ezt hogy mondjam. Aki tagadja, az buta, mert nincs értelme. Tehát most, hogyha nincs is ebben van, veszély. Hát mi veszély? Persze, van két, ráadásul a Márton fia, mert őt láttuk ugye legtöbbször a Palkon kívül, tehát aki úgy gondolja, hogy ő nem tehetséges játékos, akkor azzal szívesen leülök beszélgetni. Tehát, hogy itt semmi rizikó nincsen abban, sőt a Palkóéban, tehát, hogy a Palkó most éppen a Hertha-ban lenne, ő benne se lenne semmiféle rizikó, hogy most játszana vagy nem. Mert nem azt mondom, hogy a Dárdai Palkó Bundesliga szintű nem ez a headline, hanem csak az, hogy olyan szintű játékos, akire nem lehet azt mondani, hogy ügyetlen vagy nem elég jó. Jó futballisták. És megkockáztatom, a Bence is ugyanilyen. Külön téma egyébként, én haverjaimmal ezen szoktunk vitázni, hogy mi az, hogy ők német válogatott akarnak lenni. Ezen mindig felháborodok kicsit, de utána meg mindig lebeszélnek a haverjaim, hogy nehogy már, hát hogy nem. És akkor elgondolkozok, hogy majd amikor az én fiam amerikai anyjával, meg magyar apjával, hogy lehet, hogy nem azt mondom, hogy
amerikai, mert reméljük, hogy fotballista ez, de nem gondolok ilyen messzire, csak hogy ő minek tartja magát amerikainak vagy magyarnak, azért ez egy komplikált kérdés. Na, majd ő. Ezt tegyük félre, így van. De azt azért hozzátenném, és egy kicsit viccesebb vizekre evezni, vagy humorosabb vizekre evezni, a Hertát én a magyar futballvasasának, illetve a magyar, vagy a német futballvasasának, illetve a német futball Újpestjének tartom, és elmondom, hogy miért. Egyrészt ez az alvó fővárosi óriás. Csapat. Igen, fővárosi csapat, tökéletes, illetve alvó óriást, mint a vasas, hogy nézzük meg, hogy egy utcával arrébb az Union Berlin, amelyik ugye jó sokáig a kis testvér, bár a berliniek azt mondják, hogy nagyobb szimpatizánsi kör áll az Union Berlin mögött, mint a Hertha Berlin mögött, de mégiscsak a Hertha Berlin játszik az olimpiai stadionban, mégiscsak a Hertha Berlin az, amelyik ugye ott van még ez az 1860 München is, de hogy a Hertha Berlin az, amelyik leghuzamosabb ideig ott volt a Bundesligában most az utóbbi éveket tekintve, tehát lehetséges a Berlinben nem olyan félremenedzselt időszakokat produkálni, mint amit a Rudi bemutatott. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy hát igen, Újpest, mivel Vignjevics. Tehát látjuk, hogy Vignjevics megérkezett, ugyan a klasszikus hozzuk vissza az előző edzőt, akit ugye a szurkolók is elfogadtak, mindenki szeret, a játékosok ismerik, és 3 meccsen 7 pont. Tehát, hogyha most 3 meccsen 7 pontot hoz a Hertha Berlinnek Dárdai Pál, akkor azt mondom, hogy az az osztályozó is lehet, hogy már kislépték. Tehát én azt tudom mondani, hogy a magyar futballban is vannak hasonló példák erre, amit a Dárdai Pál a Hertával most bemutathat. Nyilván most lehet szépen gondolkozni azon, hogy hányszor történik meg az, hogy a újonnan kinevezett edző hozza a pontokat rögtön a kinevezése után. Ez ugye ez az edzői bónusz. Szerintem ez majd megmutatkozik a Hertha BRC teljesítményében. Egyébként mondom, most láttam az első edzését, egyből azzal kezdte, nagyon érdekes volt, azt hittem, hogy poénkodik, mi ezt úgy hívjuk, hogy szociaaffektív gyakorlatsor, hogy olyat csinálsz, amivel így a játékosok együtt dolgoznak, mit tudom én, Tetris, vagy Tic-Tac-Toe, tudod, vagy Fogócska, tudod, az edzés elején, de ő ehelyett azt csinálta, érdemes megnézni, hogy a bemelegítést is ő vezette, hogy így kellett, ezt ugye a Rudi nagyon jól ismeri, meg Andista futballpálya környékén vagy már jó régóta, tehát ez biztos láttal, amikor mi ezt ilyen brazil bemelegítésnek hívtuk, amikor ilyeneket csinálsz, csinálod ezeket a együtt mozgás egyszerre táncmozgásos, igen. Igen, na most ő ezt halál komolyan vezette le a Hertha Berlin első edzésén. Most néztem meg pont a videót. Tehát, hogy ez ugye arra sarkalja a játékosokat, hogy már pedig együtt, minden egyes alkalommal, minden tekintetben, minden szempontból együtt. És én ebből arra következtetek, hogy egy nagyon szervezett és küzdő Hertát fogunk látni az első mérkőzésen. Hát vagy a Werder ellen játszanak, pont különben abszolút hazai pályán van esélyük. Lehet, hogy ezért volt most a váltás, amivel kapcsolatban... 3 vereség, 2 döntetlen. Werder nem nyert az utóbbi 5 meccsen, bocsánat. Azt akartam még éppen ehhez hozzáfűzni, hogy viszont én meg ugye a Sky Sportsnak az elemzését olvastam, hiszen ugye Angliában is most hatalmas a felháborodás, mert idén a Premier League-ben már 13 edzőváltás volt, az átlagos 6-7 váltással ellentétben. Nyilván ehhez kellett egy fantasy játékos tulajdonos, mint Todd Bowley a Chelsea-nél, aki megállás nélkül váltogatja az edzőket, de ettől függetlenül nyilván nagyon magas a váltásoknak a száma. És ez a cikk kitért arra is, elemezték, hogy a kieső helyeken lévő csapatoknál lévő változtatások mikor történnek, és milyen sikerrel zárulhatnak ezek a váltások. És képzeljétek el, ebben a helyzetben, hasonló helyzetben, mondjuk most a Hertha BSC van, azt mondják, hogy ami március után van ilyen váltás, utolsó helyen lévő csapatnál, ott 0% a bennmaradási esély az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A kerületnél is ez történt, most már tudjuk a magyar. Igen, mint tavaly a kerületnél. És ez egy nagyon érdekes feladat lesz, hogy ugye ez azt mutatja, hogy ilyen rövid idő alatt borzalmasan nehéz, nagyon erős hatást gyakorolni a csapatra, olyat, mint például neki több ideje volt, de mondjuk Bognár Gyuri a Paksnál megtett. Úgyhogy mindenki kíváncsian várja
ennek tükrében is szerintem az, hogy a Hertánál milyen változások lesznek a következő egyébként hetekben. Tényleg ez ugrott be, már mondtad, Rudi, hogy és az MTK-nál, hogy a Horváth Dávid viszont mi lett volna, ha nem csak 4 meccset kapott. De ezek a mi lett volna, ha történetek, ezek fociban meg a sportban nem játszanak. Viszont egy utolsó topik még Dárdaihoz, hogy ugye azért lesz még magyar vonatkozás, hiszen marad Bódog Tamás. Ehhez mit szóltok? Ugye tavaly nyáron került a klubhoz, és hát úgy nyilatkozott a szerepéről Pali, hogy a csapatnak jó, ha a pályaedző marad. Játszó, ez nem tudom egyébként, hogy egyet értesz-e, Iván, hogy játszottunk együtt Tamás, annak idején profi és jó srác, szükségem van rá, évezi a teljes bizalmat, ráadásul ismeri a játékosokat, tehát hogy egy ilyen összekötő kapocs lesz, képben van az adatokkal, a játékosoknak az attitűdjével, vagy miért mondja ezt a Dárdai? Eleve várom, hogy Petri Zsolt is visszatérjen, és akkor lesz egy ilyen teljes magyar, hogyha szükségük van egy harmadik edzőre, akkor állok rendelkezésre. Feleségem biztos örülne átmenni Európába. De szóval... Egyik értem, Magyarországra ajánlkozik, utána Németországra. Mert Magyarországra poénból ajánlkozom, itt valóban. Tehát itt tényleg, légy szíves, ha látját. Na de vicc nélkül Bódog Tamásról mindenki azt mondja, hogy remek pásra edző egyébként, remek asszisztens edzéssel is hiszem, miért nem működhetnének együtt. Bódog Tamásnak egy komoly rezuméja van, ami a más edzőséget illeti. Nyilván vezető edzőként nem működött, ez másik téma, annyira, nem működött annyira, de hogy más edzőként megállja a helyét, ebben 100%-ig biztos vagyok. Ezt, hogy a más edzőnek maradnia kell, mert ugye segít a csapatnak, hát ebben nem vagyok annyira biztos, de lehet, hogy csak ebben a helyzetben tűnik úgy, vagy ez klubtól függ, meg mit tudom én, de én ebben nem vagyok annyira biztos. Örülök annak, hogy egy ilyen magyar stáb áll össze Hertánál, egy ilyen nagybetűs csoda történet megszülethet, és hát szurkolunk nekik egyértelműen. Maradunk a magyaroknál, Lőv Zsolt, hát őnekik is azért kőkemény munkájuk van most ott Tuchellel a Bayern München kispadján, és bocsánat, ha már Bódog Tamásnál ugye szóba jött az, hogy remek másodedző, akkor ezt nyugodtan kijelenthetjük Zsolt is. És most ott szükség is lehet a belső feszültségek miatt egy ilyen emberre, aki tudja ezeket a kis problémákat úgymond elsimítani? Mint egy verekedés az öltözön belül? Nyilván ezek nem egyszerű helyzetek, meg szerintem alapjaiban egy hatalmas rizikó volt Löw Zsolt és Thomas Tuchel szerepvállalásában, hiszen egy olyan helyzetbe csöppentek, ami egy győzelmi sorozatot követett, még akkor is, hogy ha akkor ugye pont a Leverkusentől vereséget szenvedtek, de előtte kapott gól nélkül továbbjutása, megnyerve a bajnokliát csoportküzdelmei, továbbjutása a Paris Saint-Germain ellen, tök simán, és állva voltak ugye a német kupában is. És egy ilyen helyzetben ugye pont egy sorsdöntő Dortmund elleni mérkőzés előtt átvenni, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nyilvánvalóan, ha nyered a mérkőzéseket, és valóban, amiről Palinál is beszélünk, hogy reméljük, hogy lesz egy ilyen azonnali hatás van a csapatra, akkor senki nem szól egy szót se. Viszont ha 3-0-ra kikapsz a Bajnokok Ligájába a soron következő ellenféltől, még akkor is, ha azt Manchester City-nek hívják, ha kiesel azonnal a német kupából, akkor nyilván már előkerülnek a kritikusabb hangok, mert egy Bayern Münchentől soha nem az az elvárás, hogy nekik a bajnokságban kell helytállni, hiszen folyamatosan 10. bajnoki címüket nyerték, és az elmúlt időszakban csak az volt a kérdés, hogy hány ponttal fogják megnyerni a bajnokságot. Viszont nyilván az egy fantasztikus dolog, hogy megint egy magyar szakembernek szorinthatunk a Bundesligába, és ott is akinek nincs miért veszíteni, Rudi, nem? Tehát most őszinte a Tuchelnek van, de Löw Zsoltnak nincs mit veszíteni ezzel a szerepvállalással. Én úgy gondolom, hogy azért itt az együtt sírunk, együtt nevetünk történet, ez ugyanúgy benne van, és az, hogyha a következő állomásnál nem, ez rövid idejű lesz ez a szerepvállalás, és a következő állomásnál nem sikerül már hasonló volument kapni, akkor az szerintem kihatással lehet mindenki életére. Viszont azt néztem, és talán erről is ugye egy mondatot érdemes beszélni, hogy Löw Zsolttal kapcsolatosan szerintem nagyon sokan úgy vannak, mint én is, hogy tök szívesen megnézte volna az ember egyszer már, hogy milyen vezetőedzőként, és hogy neki aztán tényleg voltak ajánlatai.
Viszont ugye nekem annyira nem tudatosult ez a fejemben, csak ezek a hatalmas csapatok és címek és eredmények és játékosok, amik vele kapcsolatosan mindig szóba kerülnek, az nyilván egy kicsit így elviszik az ember gondolkodását, és ezért jó néha utána nézni dolgoknak, mert így visszatérítette a gondolataimat a helyes útra, hiszen pont azt néztem, hogy Löw Zsolt soha nem dolgozott vezetőedzőként. Ugye, amikor Lieferingbe oda került 2012-be, akkor is Péter Ziller mellett volt a másodedző, egy német edző mellett, aki 2018 óta a Szent Gálennek a vezetőedzője. Utána, amikor 14-ben ugye a Salzburghoz ment, akkor Ádi Hütter mellett volt, egy osztrák szakember mellett, aki utána ugye a Young Boysnak, a Frankfurtnak és nyárig a Mönchengladbachnak volt a vezetőedzője. Csak hogy milyen edzőkkel dolgozott együtt. És utána a Lipcsénél, ugye Ralf Rangnick mellett, és Ralf Hasenhüttl mellett dolgozott, ugye Hasenhüttl 2018-ra Southampton-t irányította novemberig, tavaly novemberig. Szóval olyan edzőktől tanult Thomas Tuchel előtt is, aki pályafutása végén a Mainznál ugye az edzője volt, hogy hihetetlen, és mennyi tudás, mennyi tapasztalat, mennyi információ lehet a fejében. És az, hogyha az ember tényleg ilyen csapatoknál tud dolgozni másod edzőként is, és most leszek picit kis hitű is, magyarként tud ilyen csapatoknál dolgozni, mint akár a PSG, a Chelsea vagy a Bayern, szerintem ez egy fantasztikus dolog, és nyilván szorít az ember még akkor is, hogyha nehéz helyzetben vannak, bár most a hétvégén különben nagyon nagy szerencséjük volt, ugye már bőven helyet cserélhettek volna a Dortmund alatt táblázaton, és az egy borzalmas helyzet lett volna, hogy kiesel a kupából, veresége az Manchester City-től, és a Dortmund visszakerül az első pozícióba, de ugye a Dortmund 93. percben vezetés szerzett Giovanni Reina révén a 10 emberrel játszó Stuttgart ellen, és a Stuttgart 10 emberrel 97. percben egyenlíteni tudott, szóval szerencséjük volt egy picit, de ez is mutatja, hogy az öltözőben sincs rendben valami, ha ilyen feszültség van, a pályán sem jönnek úgy az eredmények, és most beleállt egy picit Tuchel ebbe a helyzetbe, mert ugye például kijelentette azok után, hogy megbüntették Sadio Manét, hogy nem is tartanak rá igényt a nyártól. Ezek azért azt mutatják, hogy van nagyon sok feszültség az öltözőben, és azon kívül is. És ez egy nagyon nehéz helyzet, pláne úgy, hogy holnap után, ugye ezt hétfőn vesszük fel ezt a műsort, ugye sikerrel kellene zárni a mérkőzést a Manchester City ellen. Viszont, mielőtt Iván megszólal, lehet tanulni is ezekből a dolgokból, és hát Löw Zsolt ettől is több lesz, ahogy Rudi mondta, ezért is ajánlkoztál föl, ugye, Dárdai Pál mellé, hiszen te is tanulni akarsz, és lehet. Igen, hát én tanulni szeretnék, fejlődni szeretnék, én csak külföldi szakanyagokat olvasok, és én annyit olvasok, hogy nagyon sokat olvasok, nagyon sokat készülök. És a munkába hiszek, és én csak szeretnék a munkába hinni, és mi dolgozni fogunk, ezt tudom, igen. Na, de a viccet félretérve, szóval Löw Zsolt a kapcsolatban két dolgot, meg a Bayern Münchennek kapcsolatban is tudom, hogy tovább kell lépjünk, tehát ez egy két gyors gondolat. Az egyik az, hogy Thomas Tuchel világklasszis edző, és ebből a szempontból nézve Löw Zsolt világklasszis másodedző. Én nem lögdösném a vezetőedzői poszt felé. Szerintem, én megint csak alulinformált vagyok, nem tudom, hogy ő hogy vezet edzést, nem tudom, hogy ő, de ahogy megnyilatkozik, én nekem az az érzésem, hogy ő most rendben van, jó helyen van, ő is elgondolkodott ezen, de én nem lögdösném a vezetőedzői irányba, mert az egy egészen másik szerepkör. És ha valamiben jó vagy, akkor, és ráadásul világklasszis szintű, mert azért, amikor ránézünk egy Thomas Tuchel csapatra, akkor bizony elég komoly dolgokat láthatunk. Több helyen, több kultúrával, több csapattól, több játékostól, tehát Thomas Tuchel világklasszis, ezért Löw Zsolt is világklasszis, maradjunk. Nem mondom, hogy mindenki maradjon a kaptafánál, de hogy nem kell lögdösni a vezetőedzői poszt felé minden áron, az biztos. A másik, a Bayern Münchennek kapcsolatban, ez csak egy ilyen rövid magángondolat. Én azon azért nevetek, amikor ugye van egy hosszú Hönes időszak, és ott ugye minden, ugye a Hollywood FC-től kezdve egészen odáig, hogy tényleg annyira jó futballt mutattak itt a 2010-es évek vége felé, hogy elképesztő, és minden rendben volt, alig lehetett bármiféle
konfliktusról, vagy bármiféle balhéról hallani, és amint Hönes kilép a képből, és bejön ez a Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn vonal, a fiatalok, ugye, akik bár idősebbek, de mint sportvezetők fiatalnak számítanak, érdekes, hogy most egy olyan úgy tűnik, mintha Bayern München kezdene szétesni, már ami az öltözőt, illetve az egész kultúrát, vagy hát közösségi kultúrát illeti, ami csak azért érdekes, mert aki nem szereti a Bayern Münchent, az most kuncoghat, mert nagyon ritka alkalom az, amikor a Bayern Münchennél nincsen minden rendben. Most egy ilyen időszakot élünk. Ugye nem véletlenül az alcímünk, mert hogy Subka Attila is NB1-es edző is volt már idén, meg aztán utána volt NB2-es edző is, viszont azért szerintem ez ritkán esik meg valakivel, hogy három mérkőzés után menesztik, mert pedig most ugye ez történt. Én szerintem ebben azért nem csak egy edző van benne, hanem a menedzsment is, meg úgy az átgondolatlanság, de fölkaptátok a fejeteket a hírre? Én azon mosolyogtam, hogy mindig kritizáljuk a magyar csapatokat, hogy egy-egy ilyen váltással ugye mennyi pénzt kell kifizetni a távozó edzőknek, a hosszú távra szerződtetett edzőknek. Viszont vannak olyan szituációk is, amikor tudnak spórolni is a csapatok. Ugye itt egyidejűleg lehetett Subka Attilának a welcome partiját és a búcsú partiját is megtartani. Annyira... Azt hittem, annyira... azt mondod, hogy még próbaidőm volt. Annyira közel esett egymáshoz, hogy szinte összeért. De hogy megnézze Subka Attilának a teljesítményét, azért ez nála nem meglepő, pont azt néztem, hogy 16 váltás volt a pályafutásában, és ez nem is tudom, hogy jött ez a Moson Magyaróvár, de nem megbántva őt azért róla az a hír a szakmában, hogy szinte az összes klubtulajdonosnak, klubvezetőnek megvan a telefonszáma a gyorsívó gombok alatt, és bárhol megüresedés van, ugye ott szívesen kerül ajánlásra a neve, de hogy szerintem ezek a dolgok nem tesznek jót az embernek, és most már oda, az ember hírnevének, és most már szerintem odáig fajult ez a történet, hogy egyenesen ciki is Subka Attilát szerződtetni, mert hogy annyira az az edző képét festi most már le, aki az edzőkeringő első számú arca, aki minden csapatnál ott van, és hiába nyert a Debrecennel 2005-ben és 2006-ban is bajnoki címet, a Honvéddal kupagyőztes volt 2007-ben. Ezeknél a címeknek az említésénél különben nekem egy picit Kondás Elemér jutott az eszembe, bár ő egy picit később nyert a Debrecennel bajnokságokat, bajnoki címeket. De hogy ezek a sikerek 16-17 évvel ezelőtt voltak. Most meg már ugye az elmúlt időszakban azért nem nagyon sikerült eredményeket elérnie. Ráadásul, ahogy néztem, a debreceni két év kivételével egyszer sem sikerült 1,6 pont per mérkőzés felé jutni edzői pályafutása során. Magyarul nem a győzelmeiről volt híres és veretes az ő névsora, és maximálisan egyetértek Andris, megbeszéltük, hogy ezt kérdez, felelek lesz, úgyhogy nem kell hosszasan beszélni, hogy ugyanakkor a hibásnak, sőt, nagyobb hibásnak tartom azokat a vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, és tényleg megállás nélkül 21 edzőcserénél tartunk az NB2-ben, borzalmas, szóval ez borzalmas szám, hogy ilyen döntéseket hoznak, és rengeteg pénzt fizetnek ki játékosokra, átalakítandó keretekre és edzőkre is ennek oltárán. Subka Attilát egy kicsit megvédeném, mert egyébként őt én nem tartom annyira károsnak, mint ahogy egy pár másik edzőt, bár azért azt megjegyzem, hogy ha vicces akarok lenni, ugye akkor a fülbevalótól eljutottunk a tanárbácsi szerepköréig, ami a mérkőzés utáni nyilatkozatokat illeti, Subka Attilával kapcsolatban, tehát ő is egy bizonyos metamorfózison átment. Viszont páran, meg szerintem igen. Páran, tehát azért mondom, hogy azt akartam folytatni, hogy átment egy bizonyos stílusbeli váltáson, viszont ami maradt, az a intelligencia, tehát ő egy intelligens ember, intelligensen tud nyilatkozni, ő a klubjára nem fog szégyent hozni, illetve ami vele kapcsolatban kiemelném, hogy ugyan taktikailag limitált, én több játékosával is jó vagyok, aki játékosa volt, és taktikailag limitált, viszont a játékosai nem érzik úgy, hogy ők ilyen megkötve lennének. Tehát, hogy nincsen ez a... Sőt, azt se érzik, hogy nincsen irányzat. Tehát, hogy van egy
szerintem, meg úgy, hogy elemezzük Subkatjának a csapatainak a játékát, akkor nem elég erős az az irányzat, nem elég tiszta az a stíluskép, amit ő akar, viszont elég annyira, hogy a játékosokat egy irányba terelje, és a játékosok nem érzik úgy, hogy le lennének kötve. Tehát én szerintem ő a prototípikus NB2-es edző. Tehát, hogyha 12 csapatos NB1-es mezőnyről beszélünk, oda szerintem már kvalitásait illetően nem fér be, de én inkább őt látnám NB2-ben edzőként, mint egy jó pár olyan edzőt, akinek tényleg aztán abszolút semmi elképzelése nincs, és rúgd előre, fuss utána című történetet találnak ki. Nagyot nevettem ezen az egybeesett a Welcome Party meg a Goodbye Party időszaka, de én azért nem féltem Subka Attilát, szerintem lesz még csapata nagyon hamarosan. Na és akkor a kérdezfelelek, az NB1-es kérdezfelelek zajlik tovább, Mezőkövesdre utazunk, és hát egy prognózis dal jut az ember eszébe, ugye, amikor is a kutya világról, meg a kemény időről énekel Vörös István és zenekara, mert hogy valóban most ott Mezőkövesden a legutóbbi 8 mérkőzésből egy győzelem kieshetnek, Rudi? Szerintem nagyon melegbe vannak, pláne forma alapján, és nagyon nagy hullámzásokon mennek keresztül. Ugye, amikor idejött Kuttor Attila, akkor október közepétől körülbelül, vagy elejétől november elejéig ott volt egy 6 mérkőzéses veretlenségi sorozat, ugye megverték a Ferencvárost és a Kecskemétet is például, tovább jutottak a kupából, majd aztán az utolsó két fordulóban megint kikaptak, idén megint nagyon jól kezdtek, a első 6 fordulóban megint nem kaptak ki, aztán valóban azóta meg 8 mérkőzésen ismét csak a Kecskemétet tudták megverni, ugye egy győzelem volt. Ez egy 4-es kapni a Vasastól, de most komolyan, könyörgöm. Hát, és a kupában, ugye, amiben szerintem inkább ők voltak az esélyesebbek, abban a formában ugye sima 4-est az Zalaegerszegtől. Szóval most már 4 pontról vannak a Honvédtól, ami azért nem egy biztonság. És melegbe lehetnek abszolút, úgyhogy ugye Kuttor Attila, már említettük, azért nem kezdte jól a szezont a Vasassal. A Mezőkövesdel, ha azt nézzük, hogy 19 mérkőzésből ugye 7 győzelmük van, 6 döntetlen, 6 vereség mellett összesen a bajnokságban. 1,42 pont per mérkőzés, az mondjuk egy Mezőköveshez mérten nem egy borzalmasan rossz teljesítmény, de nem biztos, hogy sokkal több, mint ami a játékos ereje. Hát ami a Mezőkövesdet illeti, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de az biztos, hogy nálam a top 3-ban van a legunszimpatikusabb csapatokat illetően, el is mondom, hogy miért. Mert szerintem még a Ferencváros is több fiatal játékos perceket tudhat magának, mint a Mezőkövesd. Hát róluk nem sokáig, mert azért ők is haladnak afelé, hogy már nem tudod megszámolni, hány külföldi van, meg tényleg az átlag életkor valami 27 vagy 28, valami ilyesmi. Tehát, hogy hát meg tényleg, beszélt róla, Rudi, nem emlékszem, de legalább fél évente igazolnak a 8-at belőle. De jó, de ne arra gondolj. Fél éve nem játszó emberek is simán bekerülhetnek a keretbe. Tehát azért mondom, tehát akkor Mezőkövesd, nincs néző, nincsen játékminőség, és nincsen fiatal magyar. Nincsen magyar, nincsen fiatal. És nincsen pénzköltés fiatal magyar. Tehát a Mezőkövesd, én az a szezon elején, ha jól emlékszem, mit tesz hozzá a magyar tradíció? Mit tesz hozzá a magyar labdarúgás? Erről van szó, hogy ott egyértelműen kijelenthető, hogy semmit. Éppen ezért, amikor szerintem a szezon elején azt mondtam, hogy a Kecskemét és a Mezőkövesd, és szerintem hozzátettem, hogy remélem a Mezőkövesd esik ki, továbbra is folytatom, hogy még ne számoljunk az, és itt most nem Kuttor Attila ellen beszélek, mert egyébként Kuttor Attila ugyancsak egy intelligens magyar edzőnek tartom, akiben van potenciál, bár az utóbbi években azért nála is volt egy olyan effektus, van hogy azért... Van segítője is, ugye? Igen, és ő sokat dolgozott utánpótlásban, azt ne felejtsük el. Jogos, köszönöm, ez nagyon jogos, viszont Andris, azért ott hozzátenném, hogy azért ne tegyük már azt pozitívba, hogy van stábod, meg stábba gondolkozó, az az alap, az a fundamentum, tehát az olyan fajta eltérés a normától, amikor nincsen, hogy pont ezért kell kiemelni ebből a szempontból. Na de azt akarom mondani, hogy pont a Mezőkövesdel kapcsolatban, tehát hogy remélem, hogy ők esnek ki. Remélem, hogy nem túl erős, de remélem. Vagy azt remélem, hogy megváltoztatják az irányzatot, mert ez így most kinéz, ez így most abszolút nem oké. Megyünk tovább, és hát remélem, hogy nem a Zalaegerszeg fog kiesni, már csak amiatt sem, mert egyrészt Zalaegerszegen születtem, mint már párszor elmondtam ebbe a műsorba, másrésztről pedig valóban szimpatizálunk, ugye szerintem mind a hárman ez már kiderült a műsorokból a vezetőedzővel. De ettől függetlenül azért a kupa miatt én féltettem őket, függetlenül attól nagyon örülök, hogy nyilván kupa döntőt játszhatnak a Budafokkal. Ugye Rudival néztük pont, hogy 6 bajnoki, 1 győzelem,
és hát meglegyintheti őket is még a kiesés szele, mert hogy ott azért a játékosoknak a minősége szerintem azért nem a legmagasabb, és azért most nagy a terhelés. Abszolút, erre nagyon sokat beszéltünk, hogy Ricardo Moniznak milyen hatása van erre a csapatra, és hogy kezdemény, az egész magyar futballra különben, nem csak erre a csapatra, és hogy mennyire pozitív az a munka, amit ő végez. Ettől függetlenül ugye az eredmények nem úgy jönnek, hiszen beszélhetünk náluk is 8 mérkőzéses időszakról, a legutóbbi 8-ból ugye csak a Ferencvárost verték meg 90 perc alatt, ugye a kupában a Puskás Akadémiát 120 perc alatt sikerült, és nagyon fontos mérkőzések jönnek nekik, megy hozzájuk a Debrecen, most aztán éppen Kuttor Attiláékhoz mennek, majd a Mezőköveshez, majd jön a kupadöntő, szóval én azt el tudom fogadni, hogy a kupadöntő most abszolút prioritás, soha nem nyert az Zalaegerszeg magyar kupát 2010-ben, ugye legutóbb játszottak a döntőben, Debrecen ellen kaptak ki, és 2002-ben volt ugye a bajnoki cím, viszont ugye utána már csak 4 forduló lesz hátra, és nem tehetik meg azt, hogy akár most a Debrecen elleni, akár a Mezőkövesd ellen is ne kezdjék gyűjteni a pontokat, mert ők is azért ugyanannyira veszélyben vannak jelen pillanatban, pontszámilag is mindenhogyan, mint a Mezőkövesd. Igen, most úgy tűnik, hogy a Mezőköves Zalaegerszeg páros az bele sodródott ebbe a kiesés elleni harcba, bárki kieshet a 12 csapatos NB1-ben, és az Újpest pedig kilépett. Igen, imádom. Az Újpest pedig kilépett ebből a körből, úgy tűnik nekem. Én azt remélem, legalábbis ez az ideális verzió, én nagyon szurkolok a Budafoknak, semmi problémám nincs, csak én szeretném, hogyha valami eredmény is lenne a konferencia ligába, vagy az Európa ligába. Úgyhogy én annak szurkolok, hogy az Zalaegerszeg megnyerje a Magyar Kupát. Nem szurkolok Mátyus Jánosnak, annak is örülnék, hogyha a Budafok nyerni, de az lenne az ideális, ha az Zalaegerszeg megnyerni, és valahogy bennmaradnának. Az a nagy szerencséjük, hogy ez a Mezőkövesd, Vidi, Honvéd, Vasas típusú négyes, ez azért nem tud olyan komoly, hogy mondjam, teljesítményt letenni az asztalra, hogy bármi hihetetlen lenne az ügyükben. Én azért azt gondolom, hogy egy pár x-el meg egy-két döntet lenne, azért bebiztosíthatja az Zalaegerszeg, de most tényleg ránézve a tabellára, 3 pontra vannak a kieső helytől, azért itt még bármi lehet. Kisvárdával megyünk tovább, és hát őket is meglegyintheti a kiesés szele, azért ez bátorság lenne szerintem kijelenteni, de ettől függetlenül azért Révész Attila szerintem szebb napokat is látott ennél a klubnál. Mi lehet a gond szerintetek, mert hogy nagyon kevés a győzelem. Itt meg az a probléma? A Kisvárdával kapcsolatosan ugye az a probléma, igen, hogy 13 mérkőzésen csak az Újpestet tudták megverni a legutóbbi 13 mérkőzésen. Rengeteg döntetlent játszanak, ugye 9 döntetlen is díszíti a sort. És talán azok a nyilatkozatok, amik egy picit így elviszik az ember gondolkodását, amelyeket pont Révész Attila adott ebben az évben, azt hiszem az év elején, még az nem, talán nem tolódik át a múlt esztendőre, és ugye amelyben azt ecsetelte, hogy milyen futballt szeretne látni, és milyen futballt vár el a csapatától ebben a szezonban és a jövőben. És ez a futball, ez a sok labdatartáson alapuló, a saját akaratukat az ellenfélre erőltető, sok helyzetet kidolgozó futballból igazából semmit nem látunk. És tényleg maga az, hogy főleg az elmúlt időszakban borzalmasan kevés helyzetet dolgoz ki a Kisvárda, labdabirtoklásra azért felesleges beszélni, mert abban ilyen plusz-minusz ugye 50%-on szerepelnek szinte végig az elmúlt időszakban, és mindezek oltárán még az eredmények sem jönnek. És borzasztó nézményeseik lesznek, bocs, ugye, amár mondtad az neki nagyon-nagyon, és hát a hangulat is látszik, hogy a T-sorba. Mesanovicsnak a kihagyott 11-ese, ugye ez mind-mind arról tanúskodik, vagy árulkodik, hogy talán a háttérben sincs minden teljesen rendben. És közben egyébként még a Fradi meg a Paks között egy Honvéd, akik nyilván az életükért küzdenek, úgyhogy nem lesz egyszerű dolguk. Kisvárdán, ugye te a Kruscsicsnak nagy híve vagy, csodát bír tenni, hogy itt valami történjen? Mert hogy hát nem, ez a helyezésük most. Nála sem látni azt a támadó futballt, nem? Iván, amit mondjuk... Jó, de mondjuk, amikor idén közben veszed át, amikor tényleg ilyen egymás után jönnek a meccsek, az nem olyan egyszerű. Bár én ugye látszik a Paksnál, hogy azért Bognár Gyuri meg tudja oldani. Hát, de, akartam, jó, jó.
Igen, de ez megint futballszakma, ez a kis részletek, hogy amíg a Bognár Györgynek, hogyha például megnéztük a mostani meccsét, most az, hogy labdakihozott arról nem beszéltünk a Paksnál, az egészen egyértelmű. Tehát én nem azt, még egyszer mondom, a Bognár Gyurinak a taktikájában, meg a stílusában nem azt szeretem, hogy Pep Guardiolai magasságba emelte, hanem az, hogy tiszta elképzelés van, és ahhoz hozzárendeli a játékosokat. Azt nem mondtam, hogy zseniális a labda kihozatalaik, meg mindig náluk van a labda, de úgyis nem labdatartásra épülnek, hanem az, hogy az ellenfél támadó harmadába menjenek minél hamarabb, ahhoz vannak nagy magas játékosok, összeszedjék a második labdát, ki a szélre, beadást. Tehát ez a Paks, ezt le lehet oktatni tényleg kettő edzésen belül. Na de az, hogy valaki labdatartásra épülő támadó focit ráadásul sikeresen játszon, azért ahhoz láthatjuk, például egy Thomas Tuchelnél pont ebbe illik, láthatjuk, hogy azért lehet, hogy egy felkészülési időszak azért kellene, hogyha már ezt mondtuk, hogy ezt fogjuk csinálni. Azért mindenképpen megjegyezném, hogyha már Rudi ezt mondta, akkor igen, az SMTK elleni kupameccsen, ahol nagy nehezen nyertek 1-0-ra, volt utoljára úgy győzelem Kisvárdán, hogy náluk volt többet a labda. A többi meccsen vagy nem volt náluk többet a labda, vagy hogyha náluk volt, akkor x-eltek, vagy kikaptak. Tehát eddig ez a, ha már használtam ezt a szót, metamorfózis elkezdődött Kisvárdán, eléggé sikertelen, és hát egy nagy lépéseket kell tenni, mert például olyan meccseken, mint például a Vasas Kisvárdán, ahol nem tudnak győzedelmeskedni a gyengélkedő Vasas ellen, vagy például a Budafokon, amikor ugye a Magyar Kupából kiestek a Budafokkal szemben, 70%-ban volt a Kisvárdán a labda, és 0.47 exit tudtak összehozni. Tehát magyarul impotens a kisvárdai támadó szekció, amikor náluk van abban, amikor kontrázni kell, ahogy nagyon jól tudjuk, bárki Magyarországon, akkor tudnak sikeresek lenni. A finom és nőies a megfogalmazás mindannyiunk részéről ebben az adásban, de hát mondtuk az elején, nem mindenki fogja díjazni, amit gondolunk az őszintességet, aztán lehet, hogy csomó mindenben nincs igazunk, várjuk nyilván a cáfolatokat, viszont Fehérvár utolsó témának ebben a mai műsorban jött az új edző, viszont itt is, Rudi, akkor az lesz a kérdés, hogy ezek a döntetlenek nem sokat hoznak a konyhára, hiszen 30 ponttal a 10. helyen 2 pont előnnyel a Honvéd előtt, azért ez nagyon nem életbiztosítás, hozzátéve, hogy mondjuk csak mondjuk 2 ponttal lemaradva a 8. helyezettől, vagy az Újpesttől éppen 4 ponttal lemaradva. Szóval itt még van idő javítani, de az új edző kézlenyomatát már látjátok? Hát a legnagyobb probléma, ugye itt egy kicsit ambivalens érzései vannak az embernek, hiszen Grezsák megjött, és nyilván mint egy dárdai pál tulajdonképpen, akkor rakjuk rendbe a védekezést, és akkor majd abból csak kijön valami, és vannak jó játékosaink, és támadásban is fogunk tudni majd valamit csinálni. És azért van ambivalens érzés az emberek, mert az egyik oldalon nyilvánvalóan ez sikerült, nem kapott még ki a Fehérvár egy győzelem és 3 döntetlen mellett. Viszont a kérdés továbbra is az, hogy ez a játék, amit láthatunk most a Fehérvártól, ez mennyire megengedhető egy olyan csapattól, akinek torony magasan a második legerősebb kerete van, és olyan játékosai, akikkel ebben a bajnokságban akár a bajnoki címért kellene harcba indulni. És maga az, hogy átlagban ezen a 4 mérkőzésen 5 helyzet kialakítása volt ennek a csapatnak, és 2-szer találnak el belőle kaput, szóval az annyira borzalmas a rossz mutató, hogy akár még top bajnokság kieső helyen lévő csapatától nem tűrné el senki. Szóval pláne egy Fehérvártól. Szóval itt még továbbra is az a nagy kérdés, hogy rendben van, hogy fegyelmezettek vagyunk, rendben van, hogy védekezünk, rendben van, hogy van 3 kapott gól nélküli mérkőzésünk ebből a 4-ből. Ezt emeltek is meg, Péter, igen, hogy nem kapnak gólt. Hát nyilván ez egy fantasztikus dolog egy Fehérvárral szemben. Viszont a kérdés, hogy lesz ebből bennmaradás, mert ha továbbra is 0-0-ákat játszanak és 1 pontokat szereznek, akkor ők lesznek a legelsők, akik melegbe kerülnek. Szeretnék egy kis kitekintést adni, vagy egy kiszólást tenni, tehát hogy amikor engem megkérdeznek a Szegedről, akkor én mindig úgy kezdem, hogy hát szegedi vagyok, és hát elfogult vagyok a Szegeddel kapcsolatban, ezért vegyék úgy a véleményet, hogy miért hívja be az MTV mindig Simek Pétert a Vidi meccset. Tehát minden egyes alkalommal. Én vagyok a legnagyobb szurkolója annak, hogy mondjuk ki, ha elfogultak vagyunk. Ne tegyünk úgy, hogy nem vagyunk elfogultak. Magyar válogatott? Elfogult vagyok. Fradi nemzetközi poron? Elfogult vagyok. Szeged? Bármivel kapcsolatban?
elfogult vagyok. Amerika, elfogult vagyok. Tehát most érted, most mondjam azt, hogy nem, hát én csak szakmailag nézem az MLS-nek a... Nem, hát nyilván itt vagyok, volt játékosaim, ott vannak az MLS-ben, nyilván azt mondom, hogy nekem rohadtul tetszik az MLS, mert próbálok szakmai lenni, amennyire tudok, de nyilván eltolódok egy kicsit elfogultságomból adódóan, és ezt büszkén vállalom. Amikor Simek Péter a Vidiről mond olyat, hogy hú, hát már látszanak az eredmények, már nem kapnak gólt, na, mondjuk azt inkább, hogy ezzel kieső szintű csapattá változott így évek alatt. Redukálták tehát, a Vidit. Igen, tehát arról van szó, itt arról van szó a Fehérvárra kapcsolatban, egyébként nem látom rajtuk, hogy a kiesés ellen harcolnának. Az Újpesten meg a Honvédon látom, ő rajtuk látom, meg most már a Vasason is, így ezután, hogy volt egy ilyen nagy széria, ahol már tényleg szinte lehetetlen a kiesés, és most már látom. A Honvédne, hogy az MB2 felé haladnak, zárója bezárva. Tehát, hogy látom, hogy így a karmaikkal próbálnak kikapaszkodni a gödörből, tehát ezt látom, a Vidin abszolút nem látom ezt, és nem a játékosokra gondolok, hanem így unblock a klubnak a kommunikációjára, meg bármivel kapcsolatban. És akkor ide térnék ki a vezetőedző... Szerinted ők nem tudják elképzelni, hogy kieshetnek? Én úgy érzem, hogy ők nem gondolnak. Tehát, hogy ők még mindig szerintem, jó, én most ezt poénkodok, ironizálok, hogy ők még mindig nézik, hogy hány pontra vagyunk a nemzetközi kupa indulás szereplő helytől. Tehát, hogy ilyen érzése van az embernek, mondom, ironizálok, most már szerintem ők nekik is bejött, hogy haló, itt baj lehet. De egyszerűen nem látom azt, hogy itt most... Tehát a célfutballt játszanának, hogy akkor most nyerjünk 1-0-ra, és akkor valahogy kátszálódjunk ki ebből a helyzetből. És itt érnék ki a vezetőedzőre, mert hogyha megint ugye sikerült kevesebb helyzetet, pont ahogy mondtad, Rudi, kevesebb helyzetet kidolgozni ilyen játékosokkal, mint ami a Vidinél van, és ráadásul még labdatartás sincsen, tehát hogy most aztán tényleg arról van szó, hogyha megmenekül a Vidi, két opció van, és akkor abba adjon gyorsan, megmenekül a Vidi, bemarad az NB1-be, akkor az lesz a narratívám, az enyém, hogy ez nagyon kevés lesz ahhoz, hogy itt nemzetközi kupaindulás, meg bajnoki címért harcolás, itt megint kiesés elleni küzdelem lesz, egy irtózatosan méregdrága kerettel. Ha viszont kiesik a Vidi, ami valljuk be, itt szeretném jelezni, hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy kiessenek, mert itt a Honvéd, az majd, itt majd meglátjuk, mert a Honvéd egyelőre eléggé, hogy is mondjam, stabilan tud, most ez a Fradi elleni mérkőzést vegyük ki a sorba, de egészen stabilan tud, tehát a játékkal kapcsolatban stabilan játszik. A Vidiről ezt nem tudom elmondani. Itt nehogy az legyen, hogy a Vidi kiesse, mert hogyha kiesik, akkor az tényleg a utóbbi 50 év legnevetségesebb dolga. Ami tényleg az, hogy 50 év, hát talán a magyar futballban szerintem ekkora meglepetés soha nem volt. Tehát, hogy még az se, amikor bajnok lett az Zalaegerszeg, vagy nem tudom, tehát még az se tud ilyen szintű katasztrófához, vagy ilyen szintű nevetségessé válni, valami olyasmi, amire abszolút nem vártunk. Zárásként akkor azt kérjük ti tőletek, hogy írjátok meg, hogy ti kit vagy kiket nem látnátok szívesen az NB1-ben, ugye Iván szavaiból kiderült, hogy nála ki a number one, viszont kíváncsiak vagyunk rátok is, ami körvonalazódik, hogy az MTK, illetve a Diós György jut föl, bár lehet, hogy még az ajkaiak másképp gondolják, úgyhogy hamarosan majd azért már őket is nézegetjük, és beszélhetünk róluk is. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a műsor, melyben azért arra is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy Dárdai Pál jól tette, hogy elfogadta ezt a megbízatást. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!